Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. július 28-ai kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Kedves hallgatók! A nyári szünetben előfordulhat, hogy egy-egy nap kevesebb eseményhez írunk jegyzetet. A Newsfilter eredeti terjedelmében szeptembertől jelentkezik újra. Tartsanak velünk nyáron is! Mai témáink. Megalakulhat a Smer Hlas kétpárti koalíció. Óriási vagyonokat rejtenek el a magyarok az adóparadicsomokban. Péntek este jelent meg a Fókusz közvéleménykutató ügynökség legfrissebb felmérése, amely lényegében megerősíti a hétfői Ipsos felmérés trendjeit. Megtorpant a Smer növekedése, 18,1%, és a Hlas csökkenése, 14,3%, enyhén erősödik a Progresszív Szlovákia, 14,3%. A júliusi Fókusz szerint 8 párti parlament alakulna a szeptember 30-ai előrehozott parlamenti választás után. 2020-ban 6 párt került be a törvényhozásba, igaz, azóta óriási átrendeződés volt a frakciókban. A negyedik stabil bejutó a Republika a maga 8,7%-os támogatottságával, a 4 biztos bejutó mögött következnek a billegők. A koalícióban induló Olano 6,2%-os eredményével kihullana a parlamentből. Nagyon kevéssel a bejutási küszöb felett van a Smerodzsina 5,6, a KDH 5,6, az SAS 5,2 és az SNS 5,1%-kal. Nem kis adag szerencse kell ahhoz, hogy mind a 4 párt a küszöb fölött végezzen. A friss felmérés megerősíti, hogy a Hlas nélkül elképzelhetetlen lesz a kormányalakítás. Nézzünk 2 lehetséges koalíciót. A Smer, Hlas, Smerodzsina, SNS koalíciónak 87 képviselője lenne a 150 képviselőből álló parlamentben. A Hlas, PS, KDH, SAS koalíciónak pedig 79. Érdekes számítást végzett el Martin Szlosziárik, a Fókusz vezetője. Ha a billegő pártok közül csak egy jutna be a parlamentbe, mondjuk közülük a jelenleg legerősebb a Smerodzsina vagy a KDH, akkor a sok elveszett szavazat a legnagyobb pártokat segítené. Így a Smernek 44, a Hlasnak 38 képviselője lenne, a kétpárti Smer-Hlas koalíciónak pedig együtt 82 képviselői helye. Az Ipsos felméréséből kiderült, hogy a két párt szavazó tábora nagyon helyeselne egy ilyen összeborulást. Persze ehhez az kell, hogy a leadott szavazatok több mint egyharmada elvesszen. Emlékeztetőül 2020-ban is magas volt ez az arány, akkor 28%-nyi szavazat érkezett a küszöb alatti pártokra. A szövetség 0,1 pontot erősödött, 4%-os a támogatottsága, nem lehet teljesen leírni, de azt a néhány tízezer hiányzó szavazót nagyon nehezen találhatja meg a párt. A Modri, Most, Híd 1,8, a Magyar Fórum 1,2%-on áll. Héger Demokratyi nevű pártjának támogatottsága a Fókusznál egy picit nőtt júliusban, 0,2 pontot, így 3,8%-on állnak. Egészen bizonyos az, hogy választások közelettével egyre nagyobb lesz a nyomás a kisebb pártokon, hogy gondolják át, érdemes-e elindulniuk a közelgő választáson. Erre univerzális válasz nincs, hiszen vannak olyan pártok, amelyek tényleg unikálisak, az általuk képviselt értékeket, érdekeket más nem jeleníti meg, illetve a pártépítés fázisában máshol tartanak. Ugyanakkor néhány kisebb párt esetében legitim lehet a fölvetés, hogy értékeljék át a saját esélyeiket és felelősségüket. Ez a vita elindul majd. Ami egyelőre biztosnak látszik, hogy a Smer, a Hlas és a Republika mellett az egyetlen nagyon határozottan demokrácia párti biztos bejutó a Progresszív Szlovákia. Ezért is érthetetlen az a tespettség, amellyel az ország demokratikus fele szemléli, amint az ország rohan a vesztébe. Hatalmas pénzek vándorolnak ki Magyarországról offshore számlákra, írja a Portfólió. A multik és a magánszemélyek elrejtik a vagyonukat olyan adóparadicsomokban, ahol nem folytatnak valós tevékenységet.
A Tax of Justice Network idén is közzétette elemzését az eltüntetett vagyonokról. Az offshore-ozás miatt 472 milliárd dollár, körülbelül 524 millió euró adókiesést könyvelhetnek el az országok összesen, derül ki az elemzésből. A szakértők szerint a következő években ez a sokszorosára nőhet, mivel az adózási szabályok betartását felügyelő OECD képtelen gátat szabni a vagyon kimenekítésnek és az adóelkerülésnek. Az ENSZ kezdeményezte, hogy ezt a feladatot átvenné az OECD-től. Az elkészült elemzés felhívja a figyelmet arra is, hogy a multik a világgazdaság teljesítményének egyharmadát adják, de az adók kijátszásával az egyes országok kormányait adóbevételtől fosztják meg, ezáltal csökken a kormányok mozgástere, mert ezeket a forrásokat oktatás és egészségügyre, vagy társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására is fordíthatnák. Magyarország is egy adóparadicsomnak számít a 9%-os nominatív adókulcsával. Ennek ellenére szenved az adóelkerüléstől. Nézzük a számokat. Az országba körülbelül 1 milliárd 140 millió dollár, vagyis 1 milliárd 250 millió euró érkezik az alacsony adó miatt. A Tax Justice Network szerint azonban 3,5 milliárd dollárnyi, azaz 3 milliárd 850 millió euró nyereséget tolnak ki az országból a multik. Hiába keletkezett ez a nyereség Magyarországon, még előnyösebb adózású helyeken landol. Ez egy olyan különbözet, amely mindenképpen jól jönne most a nehéz helyzetben lévő költségvetésnek. A magyar gazdagok az arányokat tekintve még a vállalatoknál is nagyobb adóbevétel kiesést okoznak. A magyar állampolgárok offshore vagyona egészen magas. 7 milliárd 700 millió dollár, azaz 8 milliárd 470 millió euró. Ez a globális offshore vagyon 0,8%-a, miközben a magyar GDP a világ GDP-jének körülbelül 0,3%-a. Hátráltatja az elgurult adóforintok behajtását, hogy a magyar kormánynak olyan vagyonok után kellene nyomoznia, amelyek létrejöttéhez köze lehet. Hírek egy mondatban. Katar 100 millió dollár értékű humanitárius segélyt nyújt Ukrajnának. Az összeget Kijev az egészségügyre, oktatásra és az ország aknamentesítésére fordíthatja. Kós Hubert országos csúccsal aranyérmet nyert pénteken 200 méter háton a Fukuokai vizes világbajnokság medencés úszó versenyeinek 6. napján. Ódor Lajos találkozott az orvosok szakszervezetének képviselőjével és a gyermekgyógyászati alapellátás vezető szakértőjével is. A kormányfő meghallgatta mindkét fél nézőpontját. Palkovics egészségügyi miniszter ezek alapján olyan javaslatot nyújt be, amely hozzájárul a helyzet stabilizálásához. Átadták az új Ipoly hídat Ipoly Damásd és Helenba között. A híd átadás jól példázza a két ország közötti stratégiai kapcsolatokat és a kiváló határmenti együttműködést, közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. Csaknem két hétig tartó pusztítás után pénteken csillapodtak a görögországi erdőtüzek. A tűzoltók ugyanakkor még próbálják megfékezni az újra felcsapó lángokat az ország középső részén, ahol az előző nap egy lőszerraktárban történt robbanások elől menekültek az emberek. Az Egyesült Államokban 200 millió ember, vagyis az ország lakosságának 60%-a él jelenleg a hőség és az árvizek veszélye miatt katasztrófavédelmi készültség alatt álló területen, jelentette pénteken az amerikai meteorológiai szolgálat. Szlovákia nehezebb esett, mint Románia, mondta Orbán Viktor péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádióban. Szlovákiában ugyanis választás lesz rövidesen, és van egy kérdés, amiben nincs egyetértés. Ez az utódállam kérdése, mondta a magyar miniszterelnök. A hollywoodi színészek sztrájkja miatt elhalasztják a szeptember 18-ára tervezett 75. Emmy-díjátadót, közölte a Variety a szervezők tájékoztatása alapján. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd.
Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.